Vecsernyi és Dávid óriási sikert ért el a hétvégén Glasgow-ban rendezett Torna Európa bajnokságon, ugyanis bronzérmet szerzett nyújtón. A korábban világkupa versenyen is győzni tudó tornász érmét természetesen megmutatta a legkisebbeknek is a BHS-e Dózsa György úti tornacsarnokában, akiknek extra motivációt jelenthet a jövőre nézve, hogy egy Európa bajnoki érmessel együtt edzhessenek. Dáviddal beszélgettünk a hatalmas sikerről. Nagyon boldog vagyok, hiszen álmomban sem gondoltam volna, hogy ez sikerülhet. Ugye már nekünk a döntetlen kerülés volt a cél. Nagyon jól sikerült előtte a felkészülés. Ugye nekem a világkupai aranyérmem az megalapozta ezt a magabiztosságomat. Nagyon kevés gyakorlatot rontottam, szinte alig hibáztam, úgyhogy boldog vagyok, hogy a célon túl is teljesítettem. Mivel nagyon sok gyakorlat állt mögöttem, így magabiztosan tudtam odaállni, ugye a selejtező gyakorlatom is, ez is már feldobta nagyon a magabiztosságomat, hogy egy elsőkörös versenyen meg tudtam csinálni ugye a gyakorlatot, hiszen első körben nagyon nehéz tornázni, nagyon kevesen kerülnek be a döntőbe az első körbe, hiszen a harmadik körben vannak ugye a legjobb tornászok. Megpróbáltam nagyon nyugodtan odaállni, az volt a fejemben, hogy essek egy sima verseny, nem egy Európa-bajnokság. Ez részben sikerült is, amikor a dobogóra felálltam, a pódiumra felálltam, akkor azért rám jött egy kicsi idegesség, és az első három elem a gyakorlatban az teljesen ki is esett a fejemből, úgyhogy csak a repülőelemekre tudtam úgy teljesen oda koncentrálni, de nagyon boldog vagyok, hogy ez sikerült. Ugye az Európa bajnokság előtt már 3-4 hónappal elkezdődött a felkészülés, ugye ez nagyon kemény erőltetett menet, szóval most ugye lesz egy hét pihenőm, de megpróbálom aktívan kihasználni, hogy nem teljesen leállni. A következő verseny ugye a két világkupa lesz, ami az egyik az itthon lesz Szombathelyen, illetve a másik Párizsba. Ezt követően ugye már következik a világbajnokság, megpróbálok arra is 100%-osan oda koncentrálni, illetve egy kicsit nehezíteni a gyakorlaton, de ugyanezt a kivitelű pontot megtartani. Természetesen Dávid edzőjét, Kelemen Zoltánt is megkérdeztük a hatalmas sikerről és az éremről. 33 éve nem volt a honvédos tornász Európa-bajnokságon, még nem szerzett érmet. Ezt a hosszú időt most megtörtük. Nagyon nehéz volt, nagyon izgalmas volt a döntő. Gondolom elég sokan látták a versenyt, hogy 3 darab 14-0-33-as eredményt hoztak ki, és a kivitellel előzte meg ezeket az embereket, meg még plusz egy párat, úgyhogy harmadik lett. Profi már. Tehát nem, én megmondtam neki, hogy nem mutassa ki az érzelmeit, és régebben, és maximálisan. Tehát rezerves arca, az, hogy belül mit érez, egy kicsit feszült volt, azt én láttam, de kívülről ezt nem lehetett látni. Azért mégiscsak egy európai döntő, ahol az embernek az élete megváltozik. Vagy negatív, vagy pozitív irányban, megítélésben, a tovább lépés. Milyen motiváció csinál. Ez az érem, ez akkora motiváció, hogy ez a lendület remélem, hogy nagyon sokáig fog tartani. Tehát én azt mondom, hogy nagyon profi módon intézte el, magába tartotta azt, amit kellett, feszült volt, de szerintem ez pozitív irányba vitte el, és nem negatívba, mint egy rajtapátia, hogy összezuhan és szétesik. Csak a Honvéd.